Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Alkoholizmus és drogfüggőség. Tematikus tanösvényt adtak át a szekszárdi kórházban. Utcafelújítás Tolnán. 40 millió forintba kerül a beruházás. Szürke rothadás. Az időjárás miatt jelent meg a betegség a szőlőültetvényekben. Bírósági nyílt nap. Bárki megnézheti a szekszárdi törvényszék fejlesztéseit. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Mentálhigiénés tanösvényt alakítottak ki a szekszárdi Balassa János Kórház parkjában. A Magyarországon egyedülálló gyalogút megállóinál dohányzással, alkohollal, droggal, depresszióval, szorongással kapcsolatos önismereti kérdőíveket lehet kitölteni és elgondolkozni a válaszokon. Az ösvény célja a betegségek megelőzése, a lakosság egészségfejlesztése. Nyugalom és madárcsicsergés. Ez fogadja az embert a szekszárdi Balassa János Kórház parkjában, ahol most már egy mentálhigiénés tanösvény is várja azokat, akik kíváncsiak arra, hogy lelkileg mennyire egészségesek. Az egészségfejlesztési iroda munkatársai által létrehozott tanösvény célja a betegségek megelőzése, mondta Németh Csaba, a kórház igazgatója a tanösvény átadóján. Ebben az egészségmegőrzésben tudunk a hozzánk betérő nem csak betegeknek, hanem az őket látogató még egészségeseknek, de egyébként mindenkinek, aki a egészségért tenni óhajt itt a kórház területén segíteni. A tanösvény többféle témával foglalkozik, többek között az alkoholfogyasztás problémájával, mivel a pszichiáterek tapasztalata szerint egyre több fiatalt és egyre több nőt érint az alkoholizmus, mondta vendég Magdolna pszichiáter, a tanösvény egyik ötletgazdája. Kérdői formájában az egyik oldalon ki felmérheti, hogy az a mennyiségű alkoholfogyasztás, ami az ő életében szokásos, jelente problémát vagy sem, ha igen, hova fordulhat segítségért. A tanösvény állomásain az alkohol problémákon túl a dohányzással, a droggal, a depresszióval, a szorongással, a lelki megküzdő képességgel és az érzelmi intelligenciával kapcsolatos önismereti kérdőíveket lehet kitölteni és elgondolkozni a válaszokon. Az egészségfejlesztési iroda létrehozására és programjaira a szekszárdi kórház 80 millió forintot nyert egy Európai Uniós pályázaton, ennek egy nagyon fontos állomása a most átadott mentálhigiénés tanösvény. Már több mint 10 000-en kérvényezték eddig, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a lakóhelyüktől távol bejelentett tartózkodási helyükön szavazhassanak. 2014-ben az akkori voksoláskor közel 18 500-en éltek ezzel a lehetőséggel. Az átjelentkezési kérelmeket október 9-én 16 óráig kell benyújtani a helyi választási irodához. Hello, kapcsolatba lépünk veled, hogy tájékoztassuk Önt az adóvisszatérítésről. Többek között ilyen tegezést, magázást vegyítő, hibás nyelvi fordulatokat tartalmazó e-maileket, SMS-eket küldenek ki trükkös csalók a NAV nevében, hogy megszerezzék az ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártya adatokat. A csaló e-mailek és SMS-ek általában egy internetes linket is tartalmaznak, amin keresztül a csalók a gyanútlan ügyfelet egy felugró űrlapra vagy honlapra vezetik, ahol a bizalmas információk megadására kérik őket. Mózsik Szilvia, a NAV Tolna megyei igazgatóságának szóvivője azt mondja, hogy az adóhatóság így nem lép kapcsolatba az ügyfelekkel, és a hivatalos honlapja a www.nav.gov.hu címen található. Utóbbira azért nagyon fontos figyelni, mert a bűnözők sokszor a NAV eredeti bejelentkezési felületéhez rendkívül hasonló oldalt szerkesztenek, ilyenkor a webcím árulhatja el őket. A szóvivő hozzátette, ha valaki ilyen csaló e-mailt kap, érdemes jelezni a NAV informatikai szakembereinek és a rendőrségnek. Az adóhivatal az ügyfeleket az ügyfélkapun keresztül, illetve postai úton úgynevezett adófolyószámla kivonaton értesíti az esetleges adótúlfizetésről, illetve fontos az, hogy az adótúlfizetésnek az összege kizárólag az úgynevezett 17-es nyomtatványon kérhető ki az adóhivataltól, tehát egy linkre kattintva sosem.
Tolna önkormányzata pályázatot nyújtott be a város egyik nagyforgalmú utcája, a Kinizsi utca rekonstrukciójára, mintegy 30 millió forint értékben. A pályázat sikeres volt, az önkormányzatnak 10 millió forint saját erőt kell biztosítania a beruházáshoz. Az első mozzanatok zajlanak a tolnai Kinizsi utca felújításában. A most elkezdődött beruházás közel 40 millió forintjával együtt a város ebben a ciklusban 100 milliót is meghaladóan költött az utcák állapotának javítására. És ebben nincs benne a városközpont rekonstrukciója. A Perszofel Ágnes polgármester azt mondta, elsősorban szakmai kérdés, melyik utcákban kezdődhetnek munkálatok. Azért kilométerbe ez nagyon-nagyon sok, és összegbe is nagyon-nagyon sok, hiszen a város pályázatból és önerőből több mint 100 millió forintot költött ebben a ciklusban eddig az út felújítására, és ebben a Kossuth-Lajos utcán nincs benne. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy a mi költségvetésünkből ez nem kevés. A Kinizsi utca az egyik azok közül az utcák közül, mely levezeti a hatos útból beérkező forgalmat. Ez egy 830 méter hosszú utca, közel 3000 négyzetméter aszfalt terítés fog itt az elkövetkezendő napokban megtörténni. Ehhez csatlakozóan két oldalt egy-egy méter szélességben összesen közel 1700 folyóméter patka fog elkészülni. A tervek szerint még a tél beállta előtt a belvárosi Kossuth utca és a Kinizsi utca is teljes hosszában elkészül, és a város visszaadja a lakóknak és a forgalomnak. Annak ellenére, hogy veszélyes és tilos is, sokan használnak vezetés közben kézben tartott mobiltelefont. A rendőrség ezért ezen a héten országos akció keretében ellenőrzi az autósokat, a mobiltelefont használókra kiemelt figyelmet fordítva. A Tolna megyét is érintő akcióra a nemzetközi TISZPOL ellenőrzési terv részeként kerül sor. 17-e és 20-a között mindenki számíthat arra, hogy közlekedése során őt rendőrök megállítják, és amennyiben hasonló jellegű szabálysértést tapasztalnak, vele szemben el fognak járni. El kell mondani, hogy alapvetően nem az a fő célja ennek az akciónak, hogy az embereket megbírságolják, valamint közlekedési előírati ponttal sújtsák, hanem a balesetek megelőzése, hiszen az elmúlt időszakban történt olyan baleset, amelyben 9-en vesztették életüket azért, mert egy férfi a közösségi oldalon élőben mobiltelefonjával közvetítette a halálát. Megjelent a botritis közismertebb nevén a szürke rothadás a szekszárdi szőlőültetvényekben. A szakértő szerint a probléma most még kezelhető, ám érdemes elkezdeni a védekezést. A szeptemberi esőzések magukkal hozták a szőlő harmadik veszedelmének számító gombabetegség, a botritis, a szürke rothadás megjelenését is. De különösebb nagy aggodalomra semmi ok, állítja Füzi István növényvédő fejlesztő mérnök. A vörös borszőlők közül például a kadarkát lehet kiemelni, de nagyon fogékony például a szirá, amikor hajlamosító tényezők azok jelentősebbek, akkor a merló, a cabernet franc is tud rohadni. Az időjárás, mint első számú hajlamosító tényező mellett más okok is állhatnak a szürke rothadás hátterében. Ilyen a termőhelyi adottságok közötti különbség, miután ugyanaz a szőlő ugyanazzal a műveléssel, az egyik helyen rothad, a másikon meg nem. Ennek is megvannak az okai, a talajban levő különbségek, a tápanyagszolgáltató képessége a talajnak nagyon fontos ebből. Ugye mondtam a fajtát, rendkívül lényeges a fajtának a kérdése is, milyen fajta. Ilyen 5-8% közötti fertőzöttség a szekszárdi történelmi borvidék és a tolnai borvidék magasabb fekvésű ültetvényein egyáltalán nem jellemző. A lapályban, érdekes módon a tavak környékén, annál inkább tudtuk meg a bennünket a részletekbe beavató szakembertől, aki ismerve a meteorológiai előrejelzést, látva a jelenlegi helyzetet, legfeljebb közepes fertőzöttséget jósol, ami nem jelent veszélyt a még kint lévő közép- és későérésű fajtákra. A város polgármesterének előadásával indult újra Szekszárdon a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kara és a helyi önkormányzat közös rendezvénysorozata, a Szekszárdi harmadik kor egyeteme. Az előadások szervezőinek célja, hogy segítsék az idős embereket abban, hogy meg tudják őrizni szellemi, testi és mentális frissességüket. A szépkorúak minden fél évben 6 előadást hallgathatnak meg ingyenesen. Most Ács Rezső, Szekszárd polgármestere a város jövőjéről beszélt, de a fél év során lesz még szó orvos-beteg kommunikációról, médiaerőszakról vagy a szekszárdi szobrok történetéről is.
A családok évéhez kapcsolódóan a bíróságok meghirdették a Családbarát Bíróság elnevezésű kezdeményezést, melynek célja, hogy a lehetőségekhez képest védje a gyermekeket egy esetleges családjogban előforduló eljárásban. Ez a peres ügyek közel 40%-át teszi ki, mondta stúdiónk vendégeként Nagy Ágnes, a Szekszárdi Járásbíróság bírája. Kiemelte, rendkívüli bárásmódot igényelnek a gyerekek egy meghallgatás alatt. Speciális tudást igényel a gyermek meghallgatás. Pszichológiai, pedagógiai ismeretekre van szükség, hiszen máshogy kell meghallgatni egy 5 éves gyereket, és máshogy kell meghallgatni egy 15 éves gyereket. Más módszerrel kell felvenni a kapcsolatot egy kisgyerekkel és egy más módszerrel egy nagy gyerekkel, és más módszerrel kell elnyerni a gyermeknek a bizalmát, hogy elmondja, hogy elmerje mondani a véleményét. Hát igyekszünk megfelelni a kihívásoknak, ezért ebből a célból a gyermekek meghallgatását végző bírák részére képzéseket szervezünk, ahol pszichológusok, mediátorok, kócsok tanítanak minket módszertanra. Különleges nyílt napot tartanak a szekszárdi törvényszéken szeptember 26-án csütörtökön. A bíróság dolgozói az elmúlt évek legfontosabb fejlesztéseit akarják bemutatni az érdeklődőknek. A szekszárdi törvényszéken idén a múzeum éjszakáján már tartottak nyílt napot. Annak a programnak hatalmas sikere volt. Az ajtó riasztója jelezte, hogy ebbe a helységbe normális körülmények között soha nem léphetnek be civilek. Júniusban a múzeumok éjszakáján mégis látogatókkal telt meg a szekszárdi törvényszék irattára is, ugyanúgy, mint az épület más részei. Az akkori programokra sokan voltak kíváncsiak. Szekszárdiak vagyunk, és a feleségem Facebookon látta megosztva egy ismerősénél, és onnan jött az információ, és kíváncsiak volt, mert mi is nem voltunk ilyen helyen. A szekszárdi törvényszék most újra kinyitja a kapuit a látogatók előtt. Szeptember 26-án csütörtökön délután 1 órától várják a vendégeket. A nyílt napnak az elnevezése Új utak, bíróságok az ügyfelekért. Azért ezt a nevet választottuk a programnak, mert szeretnénk megmutatni azt, hogy milyen új fejlesztéseket valósítottunk meg itt a bíróságon. Az ügyfelekhez szeretnénk egy kicsit közelebb kerülni. De a bírósági közvetítéssel kapcsolatos mediációt is megismerhetik kisfilmeknek köszönhetően az érdeklődők, és a bíróságok technikai fejlesztéseit bemutató expóval is készülnek a szervezők. Legérdekesebb a rendezvényben az, hogy élő videókapcsolatba lépünk a szekszárdi börtönnel, óránként kapcsolni fogjuk a börtönben az ott ülő kollégákat, és aki szeretné, kipróbálhatja, hogy milyen is ez az új távmeghallgatásos videokonferencia. A szekszárdi törvényszék nyílt napjának programjai teljesen ingyenesen látogathatóak, és előzetes regisztráció sem szükséges a részvételhez. Goblein kiállítás várja az érdeklődőket Aparhanton a helyi művelődési házban. Az Aparhanti Nyugdíjas Klub több tagja már évek óta készít Goblein alkotásokat, most ezekből állították össze a tárlatanyagát. A Nyugdíjas Klub egyébként a település életének egyik legmeghatározóbb és legaktívabb civil közössége. A mostani kiállításon közel 90 Goblein alkotást tekinthető meg szeptember végéig. Megéri, hogy ezt megyeszerte lássák, megismerjék, ennek a hírét hallják, és eljöjjenek megnézni, mert valóban bemutatásra és dicsekvésre méltó. Úgyhogy én úgy gondolom, az egész falu nevében mondhatom azt, hogy borzasztóan büszkék vagyunk rájuk. Az összetartásukra, a kitartásukra, és hát erre az abszolút szorgalomra és szenvedélyre már, ahogy ők ezt készítik. Regionális híreink következnek. Új takarmányozó üzem épül Böhönyén. Egyedülálló technológia a 3,3 milliárd forintos létesítményben. 3,2 milliárd forintból épült új üzemcsarnok. Közel 200 munkahelyet teremtett a pécsi nagyvállalat. A közjó összetart egy közösséget. 1000 éves fennállását ünnepelte Csurgó. 3,3 milliárd forintból épül új takarmányozó üzem Böhönyén. A térség vezető mezőgazdasági cége 1,2 milliárd forint állami támogatást is kapott a beruházáshoz. Az építkezés Bokréta ünnepén Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, az egész ország érdekét szolgálja a beruházás, így a kormány célzottan támogatja a hasonló fejlesztéseket.
Böhönye életében mindig is fontos szerepet töltött be a mezőgazdaság, erről beszélt a település polgármestere az egyik somogyi vezető cég beruházásának bukréta ünnepén. A településen már közel 30 éve tevékenykedő belga származású család folyamatosan fejleszt, ezúttal egy hazánkban egyedülálló tápgyár felépítésébe fogtak. Az üzem az egy 100 000 tonás évi kapacitással bíró tápgyár, és azért részben azért különleges, mert nedves kukoricából tud tápot készíteni. A beruházás összértéke mintegy 3,3 milliárd forint, amelyből 1,2 milliárd forint állami támogatás. Ennek kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, a kormány számára kiemelten fontos a hasonló fejlesztések támogatása, hiszen a magyar gazdaság Európa bajnok növekedése a vidéknek köszönhető. Itt az elmúlt negyed évben az országos beruházási növekedési átlag dupláját tudták felmutatni a vállalatok. 50%-kal növelték a beruházásaikat 20 milliárd forint értékre, és ez a beruházás is ebbe a sorba illik. Az egyedülálló üzemet várhatóan jövő nyáron adják át. Közel 200 új munkahely jött létre az egyik pécsi nagyvállalat fejlesztésének köszönhetően. Az autóalkatrészeket gyártó cég telephelyén mintegy fél hektáron épült új üzemcsarnok 3,2 milliárd forint értékben. Az átadó ünnepségen elhangzott cél, hogy Pécs nemzetközi régió központtá alakuljon, ahol magas minőségű munkahelyek várják az embereket. Ez az az új, mintegy fél hektáron felépült üzemcsarnok, amelyet az egyik legnagyobb Pécset működő vállalat beruházásának köszönhetően adtak át kedd délután. A világ vezető nemzetközi autóalkatrészgyártó cége ezzel a fejlesztéssel új munkahelyeket is teremt a Baranyai megye székhelyen. Cégünk a Honza Kft. A legújabb standard szerinti tanúsítványokkal rendelkezik. A saját fejlesztésű gyártás technológiánknak köszönhetően gyorsan tudunk reagálni a megrendelőink egyedi igényeire. A vállalat célja új termékek és folyamatok bevezetése a jelenlegi magas minőségű termékek gyártása mellett, tette hozzá a cégcsoport tulajdonosa. Az üzemcsarnok avató ünnepségén Hoppá Péter kiemelte, ez a beruházás jó példa arra, hogy az ilyen nagy vállalkozásoknak a jövőre kell nagy figyelmet fordítaniuk. Ez a 3,2 milliárd forint összértékű fejlesztés nem jöhetett volna létre, hogyha nincs a menedzsment és a tulajdonosok szándéka, és hogyha nincs az a nagyjából 600 saját munkatársuk, amely most körülbelül 200 fővel bővült, akik pécsiekként vagy baranyaiakként a saját munkájukkal hozzájárultak a Honza sikereihez. Bár a csarnok még üres, hamarosan gépek zajától lesz hangos az üzem, mely közel 200 pécsinek, illetve baranyainak tud munkát adni, hangsúlyozta beszédében Magyar Levente államtitkár. Hiszen az elmúlt években sikerült visszaállítani, azt gondolom, országszerte, és talán nem túlzás azt mondani, hogy az európai piac egészén Pécsnek ezt a fajta tekintélyét, hogy ide érdemes jönni, itt érdemes beruházni, itt szorgos és tehetséges emberek élnek, akik eltartják a világ legszínvonalasabb cégeit is munkaerő tekintetében. Az eseményen elhangzott, az idén 20 éves jubileumát ünneplő cég pécsi üzeme mintegy 40 millió eurós éves bevételt termel, ami világviszonylatban is óriási eredmény. Cél, hogy Pécs nemzetközi régió központtá alakuljon a magas minőségű munkahelyek nyújtotta lehetőségek által. A közjó összetart egy közösséget, akár csak egy könyvet a szilárd gerince, mondta Áder János Csurgón. A köztársasági elnök a Somogy megyei város fennállásának ezredik évfordulója alkalmából szervezett ünnepi közgyűlésen vett részt. Álló tapsal köszöntötték a köztársasági elnököt a csurgóiak. Áder János beszédében példaként Festetics György történetét osztotta meg, aki iskolát adományozott a városnak, vagyonát pedig a közjó szolgálatába állította. A közjó azonban különleges holmi. Mert a közjóban egymásba oltódik kevesek dicsőtette és sokak hűséges ragaszkodása. A közjóban ugyanannyit ér egy hatalmas adomány, mint az egymásra való odafigyelés, a becsületes munka, a mindennapi emberség. A közjó összetart egy közösséget, akárcsak egy könyvet, a szilárd gerince. Festetics György is a nemzeti értékekhez ragaszkodó Magyarországot akart, tette hozzá Áder János.
Csurgó polgármestere ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, meg kell őrizni az elődök hagyatékát, mindazt a jót, amit hazájukért és városukért tettek. Azok a közösségek lettek igazán sikeresek, amelyek saját önazonosságukat és saját örökségüket nem csak megőrizték, hanem meg is erősítették. Ezt tartották szem előtt őseink, és ezt igyekszünk tenni mi is. Ez a mai ünnep az emlékezés ünnepe. Büszkeség tölt el bennünket, hogy az előttünk élő nemzedékek saját megharcolt munkájuk alapján adták tovább, ápolták a stafétabotot, és büszkék vagyunk ezer éves múltunkra és kultúránkra, fogalmazott Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője. Az ünnepi közgyűlést követően a város életében legtöbbet munkálkodók díszpolgári címet, míg Szászfalvi László a milleniumi díszok levél aranyfokozatát vehette át. Az elkövetkező években 6000 fát ültetnek Kaposváron, mondta Szita Károly polgármester. A Berzsenyi Park legutóbb egy kocsányos tölggyel gazdagodott, amelyet a város vezetője mellett az evangélikus egyház képviselője és diákok ültettek el. A megyeszékhely számára fontos a zöld területek bővítése, ezért is kezdett faültetési programba a város, mondta Szita Károly polgármester. Az elkövetkező években 6000 fát ültetünk majd Kaposváron, nem azért, mert kevés van ebben a városban. De ez a város egy zöld város, a nyitottságot, a boldogságot és magát a szabadságot is jelképezi, hanem azért is, hogy mi is példát mutassunk, egyrészt kövessük elődeink példáját, de példát mutassunk majd az utánunk következőknek is. A Berzsenyi Dániel tagiskola csatlakozva a megyeszékhelyi faültetési programjához egy kocsányos tölggyel gazdagította a parkot. Egy különleges időkapszulát is elhelyeztek, benne a Kaposvár város részeiből érkezett földdel. Bele pedig jelképesen gondolatokat is ültettek, amelyeket tovább örökítenének a jövőnek, így többi között a békét, a tiszteletet, az összetartozást, a szeretetet és a haladást. Az iskola udvarán ma is áll egy 90 éves kocsányos tölgy, a szabadságfa. Ez a múltat jelképezi, az új fa a jövőé. Nem pótolni, hanem előrevetíteni egy újabb tölgyfát, és ugyanaz a tölgyfa fajta, és reméljük, hogy ez is meg fogja érni a 90 évet. Tehát a mi gyerekeink ültetik, és remélem jobban is fognak rá vigyázni. A híressé vált 90 éves kocsányos tölgy továbbra is versenyben van az év fája címért. A kaposvári szabadságfára október 1-jéig még lehet szavazni. Máza is csatlakozott a Magyar Falu programhoz, melynek keretében az óvoda, valamint az egykor moziként működő művelődési ház belső megújítására pályáztak. Az épületben több civil szervezet működik, és az idei diófesztivált is a nagy teremben tartották. Máza életében központi helyet foglal el az óvoda, ezért felújítására is folyamatosan költ a település, mely csatlakozott a Magyar Falu programhoz. Ennek keretében az óvoda, valamint az egykor moziként működő művelődési ház belső megújítására is pályáztak. Az óvodások magyar és német nyelvű műsort adtak az idei diófesztiválon, a művelődési ház színpadán. Az óvodában komoly előírások vannak arra, hogy melyik óvoda lehet német nemzetiség. Óvoda. Nyilván német nemzetiségi óvónők, ilyen végzettségi óvónők dolgoznak, ezt szigorúan ellenőrzik, és úgy tapasztaljuk, hogy azok a gyerekek, akik innen az általános iskola első osztályába kerülnek, megállják a helyüket a környékben iskolákban. A Diófesztivált a Mázai Német Nemzetiségi Önkormányzat 13. alkalommal szervezte meg. Támogatjuk az óvodát, az óvodai német nemzetiségi oktatást, támogatjuk a iskolában, általános iskolában a gyerekeknek a német nyelvi oktatását. Tehát minden évben adunk a elballagó gyerekeknek olyan támogatást, amit fel tudnak használni, kiemelten a német nyelvet tanuló gyerekeknek. Mint ismert, a Magyar Falu program keretében idén 150 milliárd forint állami forrás jut az 5000 fő alatti települések fejlesztésére. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Alkoholizmus és drogfüggőség. Tematikus tanösvényt adtak át a szekszárdi kórházban. Utcafelújítás Tolnán. 40 millió forintba kerül a beruházás. Szürke rothadás. Az időjárás miatt jelent meg a betegség a szőlőültetvényekben.
Bírósági nyílt nap. Bárki megnézheti a szekszárdi törvényszék fejlesztéseit. Csütörtökön a hideg hajnalt követően kissé hűvös, mérsékelten melegedő kora délutáni órákra van kilátás. Általában gyenge, a déli órákban kissé élénkebb, északias szél fúj. Alapvetően napos idő várható, időszakosan megnövekvő fátyol és gomoly felhőzettel. Csapadék nem valószínű. Mára köszönöm figyelmüket! Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!